labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a jégkorong és a vízilabda mellé csatlakozott a röplabda, azaz hatra bővült a TAU által támogatott sportágak száma. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, a kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, így igyekszik minden támogatást megadni ahhoz, hogy minél többen mozogjanak, akár amatőr, akár profi szinten. A röplabda az elmúlt évek eredményeinek és a sportágfejlesztési programjának köszönheti, hogy bekerült a látványsportágak körébe. A röplabda sportág már rászolgált arra, hogy bekerülhessen a most már a hat látványcsapat sportágak körébe, a TAO rendszerébe. Óriási lehetőséget kap ezáltal, úgymond a fejlődésre, hiszen egy olyan lehetőség az utánpótlás nevelésre a szakembereknek, a sportolóknak, amire még nem volt példa. Ugye ezen kívül lehet az eszközfejlesztésekre, lehet a létesítményfejlesztésekre, a képzésre, oktatásra fordítani a támogatást, de pont azon gondolkodtam, hogy az öt látványcsapat sportág mellett itt volt a röplabda és eredményeket hozott az utánpótlás nevelésbe az iskolai foglalkozások keretében is megjelenik, és több mint 14 ezer gyermek sportol aktívan röplabda sportban. Ez óriási szám, és ezáltal, hogy ők még nem voltak a TAO rendszerén belül, és ilyen eredményeket elértek, milyen lehetőséget kaptak ezáltal, és hogy pár év múlva milyen fejlődést fogunk látni a röplabda sportágban. A Magyar Röplabda Szövetség elnöke Kovács Ferenc elmondta, egy éve dolgoznak azért, hogy bekerüljenek a TAO körbe. A pozitív döntés követően így elkezdhetik a tervek megvalósítását. Nagyon sok olyan tervünk van, amit eddig nem tudtunk, de most szeretnénk valóra váltani. Elsősorban az utánpótlás, a röplabda bázisának a szélesítéséről van szó. Ennek az érdekében kötöttük tavaly a Diáksport Szövetséggel egy megállapodást, ahol 1000 testnevelő tanár akreditált képzését, illetve a testnevelési kerettanterben a röplabda szerepeltetését céloztuk meg. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ez a TAO, ez ahhoz képest is egy óriási továbblépés. Nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztés, szeretnénk ezen a területen is elindulni, bekapcsolni településeket, városokat, klubokat, legyen lehetőség a fejlődésre. Fontos az eszközbeszerzés, fontos a szakemberképzés, talán ezt kellett volna előre helyeznem. A szövetség elnöke még elmondta, hogy az év szeptembere két okból is jelentős hónap a röplabda számára. Egyrészt a tanév kezdetén ismét elindul a testnevelési egyetemen a röplabda edzőképzés, másrészt pedig szeptember 15-ig pályázhat a sportág a TAO-s forrásokra.